Ismét önkéntesekkel népesült be a Herosz állatotthon udvara. Közel 50-en szánták arra vasárnapjukat, hogy megmozgassák a menhely lakóit. Eszter már gyakorlott kutyasétáltató, minden vasárnapját itt tölti. Kutyák is viccesek szoktak lenni néha, meg nem tudom, hát egy jó az egész séta. Mi is kifutjuk magunkat. Annát barátnői csábították el a programra. Nem ellenkezett, hisz szereti a kutyákat, otthon azonban nem tarthat. Anya nem akar, meg amúgy is ilyen lakásban lakunk, és elég kicsi is, úgyhogy anya nem engedi. Kata bár még csak 9 éves, már tudja, hogy egy-egy ilyen séta mi mindent jelenthet a menhelyi állatok számára. Nem kell végig bent lenni a kennelbe, vagy bezárva, hanem mozoghatnak egy kicsit, meg friss levegőt szívhatnak. 5-6 évvel ezelőtt indult a kutyasétáltatási program. Azóta rengetegen csatlakoztak a megmozduláshoz, mondja fent Fruzsina önkéntes. Már a bebizonyosodott, az állatok szocializációját segítik ezzel. Egy másfél órára visszük ki őket. Vannak olyan kutyák, akiket alig tudunk kiszedni a kennelből, tehát úgy kell rimánkodni szó szerint, nagy nehezen kiszedjük, elvisszük sétára, és a következő héten, amikor keresjük, hogy melyik kennelt vigyük ki, akkor már ott topzódik a bejáratnál a többi kutyával, hogy ő is jönne. Ennyit számít neki, hogy egy alkalommal kivittük. Tehát az, hogy emberekhez szokik, az, hogy pórászhoz szoktatjuk, ez azt hiszem, hogy ez szinte a legfontosabb az, hogy örökbe tudjuk egyáltalán adni. A Székesfehérvár Fejlődésért Alapítvány biztosított 300 000 forintos támogatást az augusztusi önkéntes programokhoz. Nem csak kutyasétáltatást tudtunk megvalósítani, hanem olyan dolgokat is meg tudtunk csinálni, ami azért szükséges, csak ahhoz igazából a munkaerő volt mindig a gond, meg az egyéb anyagiak, tehát az, hogy lefesteni házakat, amik már megy tönkre a festék, vagy rendbe tenni például a pórázokat, anyakörveket, mert hát ugye azok használódnak a kutyáknak köszönhetően, vagy kutyaházakat javítani. Mintegy 200 kutya vár a menhelyen gazdára. Értük indul el ősszel az önkéntes befogadási program is, melynek orvosi költségeit a menhely állja. Ez egy lehetőség arra, hogy akinek nincsen otthon házi állata, nem tudja bevállalni akár évekig a felelősséget egy állat iránt, de szeretné egy kis állatot, az hozzánk jöhet, és ideiglenesen kutyát, macskát tudunk neki adni, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos távra, 2-3 hónapos távra általában elviszi az állatot, ő gondját viseli, az orvosi ellátásnak a költségeit nagy részt mi álljuk. Aki szeretne ideiglenes befogadóvá válni, nincs más teendője, csak jelezze szándékát a Herosz állatotthon elérhetőségein, vagy a gazditkeresek.sfv@gmail.com e-mail címen.